Köszöntöm nézőinket! Önök a DSTV Mozaik című közéleti magazinját látják. Új fákat telepítenek a DVG ZRT munkatársai városszerte. A tavaszi felültetési projekt részeként több területen is megvalósul a régi növények pótlása, vagy éppen az új területek immódon történő zöldítése. Elültették a Vasmi úton a 32 darab új sziszi hársfát. Mezei Zsolt általános hatáskörű alpolgármester azt mondta, 70 évvel ezelőtt nem volt jó választás platánokat ültetni az útszakasz mellé. A főutcában készült felvételeink következnek. Sajnos nem volt jó választás a platán 70 évvel ezelőtt. A közművek közelségét nem viselték jól, és az évtizedek alatt nem is nagyon figyeltek rá. Fontosabb volt, hogy legyen gáz, internet, villany, térfigyelő kamera, a fák élőhelyét pedig beépítették. A Vasmi út septében történt felújításakor sem a fákhoz igazították a terveket. Az volt a fontos, hogy a munka minél előbb elkészüljön, mindegy milyen áron, még a választások előtt. Olyan fahelyek kerültek kialakításra, ahol akkor sem voltak fák, de meg sem vizsgálták, hogy egyáltalán lehet-e oda fákat ültetni. Sajnos hamar voltunk optimisták, mikor azt mondtuk, hogy minden helyen fa lesz. A közművekről menet közben kiderült, hogy több méteres eltérések vannak a térképen jelzett és a valóság között. A felújításakor ezt sem pontosították. Sok támadást kaptunk a platánok eltávolítása miatt. Nem volt titkolnivalónk ebben az ügyben sem. Miután egy fa egy kisebb vihar után magától kidőlt, több másikat pedig ekkora tűzoltók vágtak ki, mert félő volt, hogy ezekkel is ugyanezt történik. Két vizsgálatot is végeztettünk a fákon. Soha ilyet senki nem csinált. Mezei Zsolt hozzátette, ahová lehetséges volt, odaültettek fákat. Sok helyen aprólékos, nehéz munkával kellett az előző gyökereket eltávolítani, gyakran kézi erő segítségével. Sziszi-fuszi munkán vagyunk túl. Egyesével néztük végig a csaknem minden helyet, ha kellett, akkor igazságügyi szakértővel. A bent maradt gyökereket sok esetben kézi erővel kellett lefejteni a közműalagutakról, amelyeket szó szerint körbenőttek. Néhány helyen még mindig nem végeztünk, de ezek már ránézésre is problémásak, így elmondható, hogy ahová lehetséges, oda fát ültettünk. Összesen 32 darab új sziszi hársról van szó. Ezek olyan fák, amelyek a platánoknál sokkal jobban tűrik ezt a környezetet. Formájuk miatt nem kell vágni őket állandóan, ahogy a platánokat igazgatni kellett. Az alpolgármester zárszóként azt mondta, azok a helyek sem maradnak üresen, ahová nem kerültek fák. Füvet és egyéb virágokat ültetnek majd annak érdekében, hogy egy szép és zöld főutcája lehessen Dunajvárosnak. A maradék helyek sem maradnak üresek. Füvet és virágokat ültetünk majd ide. Arra kérem az itt lakókat, az üzletek tulajdonosait, hogy ezeket a helyeket fogadják örökbe, szépítsék, gondozzák, hogy a fákkal együtt egy szép, virágos, zöld főutcája lehessen Dunajvárosnak. Lakossági kezdeményezés alapján a Gagarin téren folytatódott a munka. Huszti Zsolt azt mondta, amikor folytatódtak a Vasmi úti munkálatok, akkor a téren már voltak kivágott növények, ezért egyeztettek az erdészettel, hogy valamilyen módon ide is kerülhessenek új fák. A Gagarin téren készült felvételeinket láthatják. Amikor a Vasmi úti fák ültetését újra kezdték, akkor itt ugye már voltak kivágott fahelyek, illetőleg hát különböző tujahelyek, és akkor gondoltunk arra, hogy egyeztetünk az erdészettel arról, hogy lehetne fát ültetni. Azt mondta az erdészet, hogy rendben van, ez a történet, megoldják nekünk a faültetést, így gyakorlatilag állampolgári kezdeményezésként kifizettük a faültetést, illetőleg a fákat, és így lett ez a három nyírfa, ugye nyírfák hármasával szeretnek lakni, úgyhogy ezért jöttek így ők ide. Fölhívtam főerdész urat, hogy meg lehetne ezt oldani. Azt gondoltuk, hogy nyírfákat szeretnénk, hiszen nyírfát szerintem majdnem mindenki szereti ebben az országban. Nem is különösebben allergén, úgyhogy ezért esett rá a választás. Gyakorlatilag pont kellő időpillanatban hívtam fel az erdészetet ahhoz, hogy ezt meg lehessen csinálni idén tavasszal. Mészáros László erdészeti és parkfenntartási ágazatvezető azt mondta, szakmai szempontok alapján javasolnak különböző típusú fákat az önkormányzatnak. A kiválasztásnál fontos figyelembe venni bizonyos tényezőket, például milyen talajba történik az ültetés, és mennyi fényt kap majd a növény növekedés közben. A Vasmi úton kezdtük el tegnap a munkálatokat, ez egy kiemelt projekt volt nyilván, hogy a fasort be tudjuk fejezni minél hamarabb. El is ültettünk 13 darab sziszi ezüstlevelű hársat. A város több pontján ettől függetlenül ültetünk fákat. Képviselői önkormányzati megrendelések alapján dolgozunk. Kőrist, juhart, platánt, különböző helyi fafajokat, őshonos fafajokat ültetünk. Nyilván a fasort pótolunk, akkor olyan fafaja pótolunk, ami már ott van, de ha nem, akkor parkfába nyilván az itteni őshonos fákat pótoljuk.
Hát nyilván a fafaj választásnál azért megnézzük a terményet. Ugye Dunaujváros egy lőszpuszta gyepen van, nyilván itt fontos az is, hogy milyen fák élnek meg, nyilván egy bükköt, egy olyan hegyvidéki fafajt nem tudunk választani, ami erre a termőhelyre nem való. Nyilván van egy szűkített listánk, ebből próbálunk megválasztani, ami az éghajlathoz a legjobban illeszkedik, hogyha egy udvarba ültetjük, mennyi napfényt kap, mennyire sötét, hova ültetjük. Nyilván a szakmai dolgokat, azokat átnézzük, és annak alapján teszünk le egy javaslatot az önkormányzatnak, hogy szerintünk szakmailag oda mi lenne a legjobb faj, ami a legjobban fejlődik és a leghamarabb fog növekedni. Szántó Péter, az egyes választókerület önkormányzati képviselője szerint a városnak most az a feladata, hogy a település minél zöldebb, szebb és rendezettebb legyen. A képviselő hozzátette, a Barátságváros részben is ültetnek fákat. Én úgy gondolom, hogy a városvezetésnek most egy kiemelt feladata, hogy a tavaszi időszakban fákat, bokrokat színesíteni kell a város, minél szebb, minél zöldebb legyen. Valamikor arról volt híres a városunk, hogy zöld városnak is nevezték. Tudomásom szerint most ezután, a faültetés után a Barátságváros részbe is lesz ma faültetés, de egyébként mai nappal több mint 10 fa kerül új helyére, és nagyon bízom benne, hogy ez a lakosság örömére is történik, és abban is bízom, hogy nem lesznek majd olyan rongálók, akik esetleg azzal foglalkoznak, hogy ezeket kitörni, meg elhajlítani, eltörni. Tehát szeretném, hogyha ez egy összefogás eredménye lenne, minél több, minél szebb lenne a városunkban a zöld. A tavaszi felültetési munkálatok részeként fatelepítés nem csak a településen belül, hanem annak külterületein is folytatódik. A DVG ZRT munkatársai a Szalki-szigeten fafajt cseréltek tavaly. Első körben kocsányos tölgyeket telepítettek, ezúttal pedig a növények pótlása zajlott a területen. Mészáros László erdészeti és parkfenntartási ágazatvezető számolt be a munkálatokról. A következőkben a Szalki-sziget árterületén készült felvételeinket láthatják. Jelenleg a tavaszi munkálatok folytatódnak, nem csak Dunaujváros belterületén ültetünk fákat, hanem az erdőkben is ezeket a munkákat el kell végezni. Itt egy picit másabb a helyzet, mert itt nem az önkormányzat megrendelései alapján kell a munkákat végeznünk, hanem a Pest megyei kormányhivatal erdészeti igazgatóságához tartozunk körzetileg. Ezeket a munkákat ők ellenőrzik. Ők tartják nyilván, és ők csinálják ennek az ellenőrzését is. Jelenleg a Szalki-sziget 14 erdőrészletben vagyunk, ahol egy kocsányos tölgyesbe dolgoznak éppen a kollégáim. Itt ugye nem csak a kocsányos tölgyet kell eltelepítenünk, első körben ezeket a fafajokat raktuk el egy fafajcsere után, hiszen itt egy nemes nyaras állományát, és mi úgy gondoltuk, hogy itt a környéken nem igazán van ilyen szép tölgyes, ezért tegyünk inkább tölgyet ide az ártérbe. Sajnos már egyre kevesebb ilyen ősi, régi tölgyes van. Ez kicsit gazdaságilag, meg szakmailag is egy kicsit bonyolultabb ez az erdőfelújítás, de mi úgy gondoltuk, hogy mutassuk meg a dunaujvárosiaknak, hogy itt egy ilyen szép erdőt létre lehet hozni, és majd a későbbiekben reméljük, hogy ez itt fog díszíteni. Viszont nem csak tölgyet teszünk bele, hanem most éppen vénic, illetve korai juhar fafajokkal pótoljuk az erdőt, illetve amit a tél során elpusztult, vagy nem eredt meg pontosabban tölgy, azoknak a fajait is pótoljuk. Mészáros László kiemelte, az erdészeti hatóság állapítja meg a fák típusát, és ők ajánlanak egy listát. Ezért rendelkeznek egy kis mozgástérrel a kiválasztás tekintetében. Hozzátette, az erdőgazdálkodásban fontos, hogy ahol lehet, ott őshonos fafajták kerüljenek telepítésre. Az erdészeti hatóság állapítja meg a fafajt is, aztán feltétlenül mi döntjük el. Nyilván van egy pici mozgásterünk ebbe, ők ajánlanak fel az üzemterbe, hogy milyen fajokat lehet ide visszatelepíteni. Közöttük volt ez a tölgy is. Ezt általában az erdész kollégák nem mindig szívesen választják, hiszen drágább is az ültetési anyag, illetve sokkal több munkát igényel az, hogy ezek a fajok megeredjenek, illetve hogy már később nekem velük foglalkozni, nekem őket ápolni. Mi ennek ellenére ezt választottuk, az egy fontos szempont ma az erdőgazdálkodásban, hogy mindig őshonos fafajokat telepítsünk vissza. Az elmúlt időszakban ez nem mindig volt jelen, szerencsére az erdőgazdálkodásban is volt egy nagy változás, és itt is jobban preferálják az őshonos fafajoknak a visszatelepítését, mint ahogy most is itt éppen ezek zajlanak. Ugye nem csak ez az egy néhány hektáres erdőterülete van a városnak, szerencsére elég nagy erdőterületekkel büszkélkedünk, sok részéről nem is feltétlenül tud minden dunaujvárosi polgár, mert ezek általában külterület. Ugye hatos útmenti erdősávok is hozzánk tartoznak, mint védterület. Szalki-szigeten is több véderdőnk van, lent a Salbert-sziget kisapostag alatt ott is vannak, az a legnagyobb területünk, ott főleg nemes nyarasok vannak, meg hazai nyarasok vannak. Ott is végeztünk most erdőpótlási munkálatokat, mert ezek nem telepítési munkálatok, hanem pótolni kell. Ott is ugye
egy fagyzugosabb rész ott lent a Duna mellett, ott hamarabb előfordul esetleg egy fagykár, illetve az erdész egyik szeme sír, meg a másik pedig nevet, amikor ugye mondjuk vadkárral találkozik, mert örül, hogy van vadállomány az erdőben, viszont gazdasági szempontból meg egy picit költségesebb a fáknak a visszapótolása, de ezeket is már a múlt hét folyamán megcsináltuk, illetve még a héten ezeknek a csemetéknek a telepítése fog zajlani a tavaszi munkálatok keretében. A városban és annak külterületein telepített fákat a befejezett helyszíneken már láthatják a járókelők és az érdeklődők. Kedd délelőtt, utolsó márciusi alkalommal Bart Endre humánügyekért felelős alpolgármester, a 4-es választókörzet önkormányzati képviselője is vért adott a vérellátóban. Általánosságban elmondható, hogy a korlátozások miatt csökkent a véradási hajlandóság, ezért minden véradó most ténylegesen életeket ment. A korlátozások miatt csökkent a véradási hajlandóság. Minden véradó most hatványozottan fontos szerepet tölt be az ember életek megmentésében. Bart Endre humánügyekért felelős alpolgármester kedd délelőtt immáron 9. alkalommal adott vért. A helyszínen nyilatkozott. A helyi Vöröskereszttel nagyon jó a kapcsolat, és ők is folyamatosan adják nekünk a jelzéseket, hogy Dunai város mindig élen áll véradásba, de hogy mennyire fontos ez a történet, illetve sajnos most ez a vírusos időszakban is különösen fontos, hogy azok az emberek, akik járnak, azok ugyanúgy tegyék ezt meg, illetve legyenek új vállalkozók, hiszen sajnos elmondható, hogy az elmúlt időszakban kevesebben adtak vért, mint amennyi a megszokott. Fett Katalin, a Magyar Vöröskereszt Dunajvárosi Területi Szervezetének vezetője hangsúlyozta, fel kell tölteniük a vérkészleteket. Arra buzdítja az embereket, hogyha lehetőségük van rá, akkor az ünnep előtt vagy az ünnep után, aki teheti, menjen el vért adni. Minden önkéntes számít, hiszen vért csak vérrel lehet pótolni. Nagyon szeretnék mindenkit arra kérni, most kiemelten az ünnepek előtt, a 4 napos ünnep előtt, hogy előtte és utána is fel kell töltsük a vérkészleteket. Aki tud most ezen a hosszú hétvégé előtt vagy utáni időszakban, legyen olyan kedves és jönön el vért adni, segíteni nekünk. Fett Katalin azt mondta, a korlátozások és a járványhelyzet miatt áprilisban egyetlen vidéki helyszínt tudtak csak megjelölni véradásra, az pedig Puszta-Szabolcs. Ott a művelődési házban tudnak vért adni a lakosok április 21-én 13 és 18 óra között. Sajnos ez az április most nagyon különleges minden tekintetből, és egyetlen egy vidéki helyszínünk lesz áprilisban, az pedig Puszta-Szabolcs, azon kívül csak a véradóban lesz véradásunk. Ezt megpróbáltuk úgy megváltoztatni, hogy lesznek délelőtti és délutáni alkalmak, nyilván alkalmazkodva a műszakbeosztásokhoz, de még ennyire ilyen nagyon szélsőséges nem volt, hogy csak ezekre a helyszínekre tudunk menni. Áprilisban a vérellátóban összesen 8, Puszta-Szabolcson pedig egy alkalommal lesz lehetősége az embereknek vért adni. A tervezetről részletesen a www.dunajváros.com cikkében olvashatnak az érdeklődők. A Magyar Vas és Acélipari Egyesülés fontosnak tartja a friss diplomások támogatását, ezért a mérnökök számára pályázatot írtak ki. Az MBAE pályázatról, valamint eseményeiről Móger Róbert igazgatóval készült 2019-es beszélgetésünket láthatják. Minimum 10 000 karakternek kell lennie, és maximum 15 000 karakter, és minimum 3 fejezetet kell, hogy tartalmazzon. Bevezetés, tartalmi rész, utána pedig egy összefoglaló konklúzió. Az Acélipar fiatal innovatív mérnöke elnevezésű pályázat követelményeit ismerteti dr. Móger Róbert, a Magyar Vas és Acélipari Egyesülés igazgatója. A tanulmányokat az MVAE tagvállalatainak 35 év alatti mérnökei nyújthatják be. Témája a fajlagos energiafelhasználás csökkentés az acélkohászat metallurgiai és továbbfeldolgozó fázisaiban a fenntarthatóság szolgálatában. Az MVAE középtávú stratégiájában benne van az is többek között, hogy minél több új fiatal hallgatót hozzunk be a vállalatcsoport tagvállalatok számára. Ugyanakkor ezen kívül még az is, hogy a meglévő kollégákat valamilyen módon tartsuk meg. Ugye a jelenlegi munkaerőpiaci helyzet meglehetősen hektikus, és könnyen pálya elhagyók, kohászatot elhagyók lesznek a fiatal mérnökök. Éppen ezért ennek fókuszában, illetve célkötözésként gondoltuk azt, hogy az MVA meghirdeti az Acélipar Fiatal Innovatív Mérnöke díjat, amit 2019. november 18-áig kell benyújtani az MVA-hez elektronikus úton.
Ennek a fő témája igazából, hogy ezek a fiatal mérnökök valamilyen módon a fajlagos energiafelhasználás csökkentés, az önköltség csökkentés tekintetében tegyenek le valamiféle szakmai anyagot, amit később a vállalat, az adott vállalat, az MVE valamely tagvállalata használni tud. 100 pontot lehet maximálisan elérni ezen a pályázaton, ahova elsősorban 35 év alatti mérnöki diplomával rendelkező fiatal mérnököknek a szakmai anyagait kívánjuk zsűrizni. 100 pontból hozzávetőleg a forma és a szakmai tartalma felét teszi ki, az újdonság tartalma a pályázatnak további 50%-ot számít, így jön össze ez a 100 pont. Ezt az MVA-nak az igazgató helyettesei fogják elbírálni, és egy ünnepség keretében az MVA decemberi hagyományos karácsonyi taggyűlésén lesz ez ünnepi keretek között átadva ez a díj. Összesen 1 millió forint lesz a díjazottaknak felajánlva, az első díjazott 500 000 forintot kapna, a többiek pedig arányosan csökkentettet. A szakmai anyag, amik elkészülnek, ezt a MVA-nek, a Magyar Vas és Acélipar Egyesülésnek a szakmai lapjában, a Magyar Acélban is publikálhatják, és szeretnénk is a díjazottaktól ezt kérni, mindenféleképpen úgy állítsák majd később össze az anyagot, hogy ezt meg tudjuk jelentetni. Én azt gondolom, hogy ez egy kitűnő elismertséget jelenthet a fiatal mérnökök számára, és ahogy említettem az interjú elején, megtartó eleje is lehet, ugyanis én szerintem ez számít a fiatal mérnökök számára, egyrészt anyagi juttatás és az erkölcsi elismerés is. A Magyar Vas és Acélipari Egyesülés vezetése nem csak a tagvállalatok fiatal munkavállalóit, hanem az összes dolgozóját segíti különböző konferenciák rendezésével is. Legközelebb októberben tartanak szimpóziumot az Ipar 4.0 témakörében. Október elején, október 9-én tartjuk budapesti székházunkban a következő szimpóziumot. Ezek ugye tematikus szimpóziumok, mindig egy-egy témakör köré csoportosulnak. Az idén a HR szimpózium volt az első, még a nyári szabadságolás előtt. Októberben pedig a most nagyon aktuális Ipar 4.0 szimpózium kerül kialakításra, megtartásra az MVA-be, és oda is egy olyan 50 fős környéki hallgatóságot várunk, méghozzá az MVA-nek az új konferencia termében, aminek lényegében ez lenne az első felavató ünnepsége is. Neves előadókat hívtunk meg a kormányzattól is, és ugyanúgy szakmai csoportosulásoktól, egyesületektől és vállalatoktól is. A cél, hogy ezt az Ipar 4.0-val kapcsolatos tevékenységet az acélipar fókuszába helyezzük, és egy kicsit megismertessük az iparvállalatainkat ezzel a témakörrel, mert azért ez az acéliparban meglehetősen újdonság. Ezt szeretnénk az elkövetkező időben is tenni, hogy egy olyan tematikát, olyan témákat keressünk, ami érdekes lehet a tagvállalataink számára, és hasznos is természetesen. Az acélipar fiatal innovatív mérnöke díjra november 22-ig pályázhatnak az érdeklődők, emellett pedig az októberi szimpóziumra is várják a jelentkezőket. A következőkben az Ormos Intézet összeállítását láthatják. Köszöntöm Önöket! Ókarú Nausika vagy leleményes Odüsszeusz, az eposz jelzőkkel azonban nem csak az irodalomban találkozhatunk, hanem nagyon sokszor a betegségek mellé is társulhatnak. Ilyen például, hogy a cukorbetegség a csendes gyilkos. Stúdiónk vendége dr. Szegő Péter, az Ormos Intézet orvosigazgatója. Szeretettel köszöntöm. Üdvözlök mindenki. És akkor egy kicsit járjunk utána ennek a csendes gyilkosnak. Hogyan lehet megragadni a gabancát a cukorbetegségnek? Hát először is azt kéne tudomásul venni, hogy a cukorbetegség az betegség. Tehát annak dacára, hogy igazándiból semmiféle panaszt legalábbis az elején nem nagyon szokott okozni, annak dacára azért jó tudatosítani azt, hogy nincs olyan, hogy csak egy kis cukrom van, meg nincs olyan, hogy csak egy kicsit magasabb az éjgyomri vércukorszintem. Akinél ezek a dolgok már megindultak, illetve a családjában volt mondjuk 2-es típusú cukorbeteg, az jobb, ha elkönyveli magának, hogy vagy már rajta van
azon az úton, ami a cukorbetegséghez vezet, vagy sajnos már kialakult nála a betegség, és azt azért már nem érdemes félváról venni. Igen, de az, hogy egyáltalán ez kiderüljön, hogy kicsit nagyobb a cukrom, el kell mennem egy kivizsgálásra. El kell menni a kivizsgálásra, ez nagyon egyszerű, tulajdonképpen egy labort kell csinálni éjgyomorra, és hogyha azt látjuk, hogy éjgyomorra a vércukorszint konzekvensen magasabb a normálisnál, akkor annak oka van. Tehát akkor nem, ne elégedjünk meg tényleg azzal, hogy van egy kis cukrom, meg ez nem annyira veszélyes, meg nem is kell vele még igazándiból foglalkozni, de sajnos kell vele foglalkozni már a megelőző állapotokkal is, hogyha meg már kialakult a betegség, akkor meg már pláne. A megelőző állapot lehet akár az inzulinrezisztencia, és ugye nagyon sokaktól lehet ezt hallani mostanában. Igen, hát alapvetően az inzulinrezisztenciával indul ez az egész betegség, és aztán azt teljesedik ki végül is cukorbetegségké. Az elején, amit leginkább szoktunk látni, az az, hogy van egy pozitív családi anamnézissel rendelkező beteg, akinek egy kicsit tényleg mindig magasabb a vércukor szintje. Ezt mindig meg kell nézni, hogy a családban volt-e már cukorbeteg? Hát azért érdemes, mert a kettes típusú cukorbetegségre a hajlam az örökölhető. És hogyha ezeket a dolgokat komolyan veszük, akkor az életkilátásaink, az életminőségünk az gyakorlatilag az megmenthető, az sokat tud javulni. Ezt egyébként ezért is szoktuk kezelni, mert azt szeretnénk, hogy a cukorbetegeknek az életkilátása és az életminősége ne különbözzön jelentősen azoktól, akik nem cukorbetegek. Milyen szövődményeket okozhat, hogyha valakinek egy kialakult és kezeletlen cukorbetegsége van? Hát rettentő sok szövődményt. Igazándiból két oldalról lehet megfogni a dolgot. Az egyik az, hogyha valaki cukorbeteg és nincsen megfelelő inzulin hatása, akkor a sejtek nem kapnak cukrot. Viszont kint nagyon sok marad a sejt közötti térben cukorból, és ez hozzákapcsolódik mindenhez, ezeknek a funkcióját rontva. Tehát látászavarhoz, idegrendszeri elégtelenséghez, érrendszeri problémákhoz, vese elégtelenséghez, nagyon sok mindenhez tud hozzájárulni, és ezek azért nagyon-nagyon durva következményekkel tudnak ezt járni. Úgy kell elképzelni, hogy a testünkben ez a felhalmozódott cukor kering, és mindenféle galibát okoz mindenfelé? Gyakorlatilag igen. Mit lehet ez ellen tenni? Ugye nagyon sokszor azt mondjuk, hogy van egy betegségem, de szedek rá gyógyszert, és ezzel megnyugtatjuk saját magunkat, de gondolom nem ez az egyedüli megoldás. Hát a cukorbetegek, hogyha csak a cukorgyógyszerben bíznak, akkor azt hiszem, hogy tévúton járnak. Három pillérre kell nagyon odafigyelni cukorbetegség kapcsán. A gyógyszer az egyik. A diéta az a másik, a mozgás pedig a harmadik. Tehát diéta és mozgás nélkül csak gyógyszeresen, sikeresen cukorbetegséget hosszú távon úgy gondolom, hogy nem lehet kezelni. Tehát ebben a háromban kell bízni, és nagyon-nagyon ki kell hangsúlyozni azt, hogy egy diéta és különösképpen a testmozgás az rendkívül fontos. A testmozgás az gyakorlatilag inzulin hatása legyen értékű. Tehát az izomzattal, ha az ember mozog, akkor inzulin hatás nélkül tud cukrot juttatni a sejtekbe, és az azt hiszem egy óriási fegyvertény, amit ki kell használjunk. Tehát ki lehet akár váltani az inzulint testmozgással, hogyha valaki rendszeresen testmozgást végez? Ez így van, hogyha valaki rendszeresen mozog, akkor ha megméri a vércukorszintjét mozgás előtt, és megméri a vércukorszintjét mozgás után, akkor 2-2,5 millimol per liternyi különbségeket tud tapasztalni. Tehát a kezünkben van a megoldás kulcsa, nem kéne elmenni érte a gyógyszertárba és szúrni, még azon a szinten gondolom, amikor ez megállítható. Igen, tehát ez nyilván nem általános. Vannak olyan gyógyszerek, amiket a cukorbetegség felfedezésétől, ha már akkor nem ellenjavalt, addig kell szedni, amíg ellenjavaltá nem válik. Viszont a mozgást az tényleg nem érdemes kihagyni a képletből, és tudunk még segíteni a szervezetünknek diétával is. Olyankor is érdemes elmenni már ezekre a laborvizsgálatokra, amikor még semmilyen tünet, semmilyen szövődmény nincsen, vagy nem tudunk róla? Ez így van, sőt azt lehet egyébként még javasolni, hogyha valakinek a családjában volt cukorbeteg, és mondjuk szeretné tudni azt, hogy őt ez érinti, vagy nem, akkor az éjgyomri vérvételen, éjgyomri vércukorszint ellenőrzésen kívül esetleg meg lehet nézni még egy éjgyomri inzulin szintet, ugyanis ezzel az inzulin rezisztenciát tudjuk mérni, illetve egy nagyon egyszerű terheléssel meg lehet mondani azt, hogy ő most akkor végül is már érintette ebbe a betegségbe, vagy nem. Ez egy vérvétel sorozat, én nem gondolom, hogy rendkívül megterhelő lenne, de elképesztően sok információval tudunk gazdagodni, és a beteg életkilátásait egy minél korábban felfedezett és minél korábban kezelés alá vont cukorbetegséggel tudjuk igazán módosítani hosszú távon. Hány éves kortól érdemes egy ilyen laborvizsgálatot elvégeztetni? Nincs igazándiból univerzális szabály erre a dologra, minél korábban. Tehát, hogyha rutin vérvételek során mondjuk kiderül az, hogy egy kicsit magasabb a vércukorszint, azt ne vegyük félváról, mert annak oka van. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Anyagainkat és műsorainkat visszanézhetik a közösségi oldalainkon. Kövessenek bennünket az Instagramon is. Tartsanak velünk továbbra is. Viszontlátásra!